A Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtár folyamatosan fejlődött az elmúlt 3 évben. Egyre jobb látogató és vendégszámokkal zárta az éveket. Ez annak köszönhető, hogy változtattak a könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályokon. Olvasóbarátabb lett a megyei könyvtár, elégedettségi és igényfelmérést is végeznek, közölte Tomaszowski Anita, az intézmény igazgatója 35 perc című műsorunkban. Ezeket az olvasói igényeket próbáljuk maximálisan kielégíteni, tehát ennek köszönhető, hogy évről évre van emelkedés, tehát a látogatók száma, mely elérte a 190 ezret. Itt elmondható, hogy a Vécsi utcai fiók könyvtárunk több hónapos zárvatartása miatt is egy minimális csökkenés mutatkozik a 17-es évhez képest, tehát egy olyan 1000 főnyi, pedig több hónapig zárva volt a könyvtár. Olvasóink, látogatóink nagyon türelmesen várták, hogy felújítsuk a fiók könyvtárunkat, és ez teljes átalakuláson esett, tehát egy modern, 21. századi barátságos épület várja a Vécsey utcai olvasókat. A könyveken túl zenei anyagokat, hangos könyveket és kottákat is tud szolgáltatni a könyvtár, illetve elektronikusan is. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a digitalizációra. A 21. századi infokommunikációs technológiát kihasználva, egy uniós forrásból pedig egy digitalizációs műhelyt is szeretne kialakítani a könyvtár. Egy másik terv a jövőre nézve, hogy úgynevezett kamaszteret nyitnak májusban. Ez az ifjúságnak nyújt majd egy olyan közösségi kulturális teret, ahol elérhetőek lesznek a tanuláshoz, kutatáshoz szükséges modern eszközök. A Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtár digitális jólétprogrampont is. Megnyertünk egy 2 millió forint értékben eszközöket, és a megyében 120 DJP pont várja az állampolgárokat, és segíti az állampolgárokat abban, hogy ők is elsajátítsák ezeket a digitális tudásokat, alapműveltséget, hiszen fontos, hogy ezeket az eszközöket megfelelően is jól tudjuk használni. Ez igaz mind a fiatalokra is, és az idősebb korosztályra is. Tehát a digitális írástudás elsajátítása is egy fontos feladatunk, megyei könyvtárként és digitális jólétprogrampontként is. Szakképzett DJP mentorok állnak az állampolgárok rendelkezésére, elektronikus ügyintézéstől kezdve a különböző pályázati lehetőségeken át. Élnek ezzel egyébként a városlakók, a megyében élők? Így van. Élnek ezekkel? Élnek. Korábban tavaly, ugye az E-Magyarország pontokként szerepeltek ezek a helyszínek. Tavaly decemberben elindult az idősügyi képzés, tehát a 65 éven felüliek bekapcsolása a digitális írástudásba, a digitalizációba. Úgyhogy nagyon érdeklődőek, ők az a korosztály, akik mindent meg akarnak tanulni, és mindent meg is tanulnak. 2019-ben 197 településsel van együttműködési megállapodása a könyvtárnak. Ebből 28 településre és néhány nyíregyházi bokortanyára a könyvtár busz jár. 169 szolgáltatóhelyen pedig a helyi önkormányzat alakított ki külön helyiséget, ahol biztosítják a könyvtár szolgáltatásait.